ha nincs Kertész Imrének 2002-ben Nobel-díja, akkor most beszélhetnénk arról, hogy egy iskolában kötelező tantárgy? Egyrészt azért a Nobel-díj előtt is sokan tudták, vagy nem nagyon sokan, de jócskán voltak olyanok, akik tudták, hogy Kertész Imre nagy író, és hogy a Sorstalanság remek mű. Ő olyan szinten benne van abban a X számú magyar emberben, mondjuk a 10-be biztos, akik a világon jelentenek valamit, ugye? Ő ebből nem fog kikerülni, nem lesz még egy Nobel-díjas magyar író, tehát itt nincs semmi se ebbe a szempontból, tehát hogyha lesz, akkor az egy csoda lesz, vagy nem tudom mi. Kertésznek a egész nimbuszába az van benne, amit Magyarországon nem is érzékeltek, vagy úgy csinált a magyar irodalom, mintha nem kéne nekik érzékelniük, hogy egy nemzetközi színvonalú író. Én nagyon tiszteltem azt az embert, és nagyon szeretem a Sorstalanságot. Hát nekem mindenképpen a holokauszt képem kialakításában ez a könyv az óriási jelentőséggel bírt. Azt gondolom, hogy nagyon sokat van szó a holokausztról, és hát nem tudom, talán foglalkoznék más témákkal is. Különösen egy ilyen kellemetlen témájú könyvnél az, hogy kötelező, az nem előny. De ugyanakkor a Sorstalanság szerintem kitűnően tanítható könyv. Tanítási szempontból azért kiváló, mert ugye a mindennapokból ugrik el. Ugye úgy kezdődik, hogy ma nem mentem iskolába, és utána ugye arról van szó, hogy családi okok miatt. Szépen lassan, ravaszan ránt be a rettenetbe a könyv, és egy csomó minden átélhető a kamaszok mindennapi problémái közül. Nagyon tetszik, hogy vélekedik erről az egészről, hogy tényleg ő is a szépet keresi benne, és nem csak a negatív oldalát látja. Mindenképpen nagyon fontos, hogy ezt egy olyan ember írta, aki megjárta ezeket a táborokat. Azért a történelmi könyvek nem mindig nagyon alapulnak ezen valós élményekre, és pontosan azért, mert ez gyakorlatilag egy élménybeszámoló, ezért az olvasó szerintem sokkal közelebb áll, mint az egyszerű tények a történelmi könyvekben. El fogod tűnni Kertész Imre a tananyagok közül. Azt hiszem, hogy nem. Igazán csak a vájtfülűeknek élmény. Tehát ő megmarad egy szűk kör írójának. Így vélem, nem nehéz, nem könnyű olvasmány, és még egyszer mondom, radikálisan újszerű, érdekes. Tehát azt gondolom, hogy a magyar holokauszt, a irodalom az Radnóti, Pilinszky és Kertész, és ez így fog maradni. Nem tudjuk még, nem elég közel van hozzánk, nem múlt el annyi idő, hogy tudjuk egészen pontosan érzékelni, hogy ő mekkora író. Most csak azért mondom, hogy eltelik egy Jókai Mórral mennyi év, egy év, több mint évszázadnyi idő, és már egy más világba nézzük Jókai Mórt. Aztán valószínűleg vannak olyanok, akik Kertész éles megnyilatkozásai, Nobel-díj utáni megnyilatkozásai miatt nem tanítják, ugye úgymond magyar gyalázó megnyilatkozásai miatt. Egyébként én azt gondolom, hogy Kertész a Nobel-díj után mondott számos butaságot. Ő egy holokauszt bohóc volt? Hát ez hülyeség, szóval mi az, hogy holokauszt bohóc? Egyszerűen tudom, én tudom, és ezt nem is nagyon értem. Egyáltalán nem bohóculott ő. Egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy az ember azt mondja, amit gondol. Tehát, hogy ha inkább legyen valaki őszinte, mint hogy elkezdjen ilyen piszi dolgokat beszélni. Tehát amíg nem egy politikus, addig szerintem nem kell piszinek lenni. Az ember mondja ki, amit gondol. Egy szót értékelésről nem akarok mondani. Nem értékelni kell, megérteni lehet a Kertész. Megy ez a diskurzus, hogy a holokausztot milyen sokan ugye kihasználják, meg megélhetési holokauszt beszélők, stb. Tehát rengeteg ember így gondolja, mert minden is szerintem az Imre, most ez az én elbeszélésem, tehát lehet, hogy tévedek, az Imre erre tett le egy lapáttal, tehát hogyha ilyen sokan mondják, akkor ő is mondja magáról. Ő igazán ezt a világidegenséget tudta képviselni. És a világhír az valószínűleg nehezen kapcsolható össze
azzal a szilárd, tömény és ólom nehéz pessimizmussal, amit ő képvisel. Nem mindig másokkal kell mutatni, hogy mekkora szemetek mások, hanem egyszerűen magunkba kell megtalálni azokat a dolgokat, azokat a nem túl korrekt, enyhén szóval nem túl korrekt dolgokat, amiket tele vagyunk. Minden ember tele van ilyennel, és az Imre ezt szerintem példásan csinálta, úgyhogy semmi probléma. Polemizáltak emberek azon, hogy vajon a kertész hogy élhetett Németországban, Berlinben? Biztos nagyon szeretettel vették körül. Berlinben voltam egy ösztöndíjjal, akkor ő ezt tudta, és vagy írt nekem. Tehát én nem akartam őt zavarni, vagy nyomulni, de írt nekem, hogy találkoztunk is a Kempinski Hotelben, meg ki volt vacsorázni az akkori barátnőmmel, és mikor rendelt meg minden ott, például nagyon boldog volt, hogy őt ismerik, megismerik. Tehát Berlinben, azt mondta nekem, Berlinben jobban ismerik őt, mint Pesten, ez persze nem igaz, meg minden, de ő ezt így gondolta, és akkor ezt tartsuk tiszteletbe, igen, és akkor az, ahogy ott a pincére beszélt, meg ahogy rendelt, meg hogy nézte az étlapot, meg nézte a csajomat, meg minden, az teljesen olyan volt, ahogy az úgy kell csinálni. Én is kvázi lehet, hogy ilyen hangzik, de az ember, én ebből azt tanultam meg, hogy úgy mondjam, hogy igen, tessék élvezni a létezést.